A 2013-as évben számos sportolónk engedett be minket otthonába. Így például megtudtuk, milyen apuka vált az MKB MVM Veszprém mókamesteréből, Gulyás Péterből. Gercsmár Renáta és Peti 7 éve találtak egymásra, és azóta szerelmük gyümölcse Lili is megérkezett. Az volt a divat a kórházban, hogy mindenki őt nézte, úgyhogy büszkék voltunk rá már akkor is, meg most is, úgyhogy nagy élményt okozott nekünk, hogy ilyen sok hallja született. Néha itt beszoktuk neki coffozni, majd mindjárt megmutatjuk, hogy hogy kell azt ide, és akkor itt elő van egy kis tincse neki. Szereti a kamerát, imádja a fényképezőgépet, és anya szerint Oscar díjas lesz. A videótól nyáron szerződtette Gyepes Gábort, aki azóta már újra külföldön focizik, ám még ezelőtt otthonában fogadott minket, és bemutatta gyönyörű feleségét, a korábbi műkorcsolyázó Póddiát, és két gyönyörű gyermeküket, Kírát és Andrejt. Így megnézhettük, hogy bánik a pelenkával egy futballista apuka. Próbálok azért mindent úgy csinálni, hogy persze minél többet tudjak segíteni, akár csak azzal, hogy ha úgy van, egy picit én vigyázok rá, hogy el tudjon menni azokat a dolgokat elintézni, ami számára fontos, mint nőnek. Na, én vallom, hogyha egy anyuka boldog, akkor boldog mindenki. Ha anyuka boldog és kiegyensúlyozott, akkor azt a gyerekek is azok boldogok. Ha anyuka boldog, akkor apuka is boldog, mert akkor szívesen jön haza a feleségét. Horváth Ákos jól tudja, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll, de legbiztosabb, ha kettő is. A kosaras még az olajszíneiben szolnoki lakásukban látott minket vendégül, ahol megismertük gyönyörű feleségét, és nyáron született csodaszép babájukat, Izabelt. Több olyan hónap volt, amikor többet voltam távol, mint itthon. Ez meg minden szempontból, fizikailag, mentálisan mindenhogy megterhelő volt. És így meg aztán hatványozottan, hogy Babuci megérkezett az életünkbe, és hát nem tudtam ugye annyit itthon lenni, amennyit szerettem volna. Meg hát nyilván Petrusnak is sokkal-sokkal könnyebbek azok a napok, mikor itt vagyok, hogy van kihez szólni, mert ő még nem válaszol. De amennyi szeretetet meg csodát kapunk tőle, az mindenért kárpótolt. A kézilabdás, a futballista és a kosaras apuka után egy jégkorongozó családfőhöz is volt szerencsénk. Megismertük Frank Bellemet, mint apát. A Szapa-Fehérvár AV19 kanadai csatárának két eleven és rossz csont gyermeke is bemutatkozott. No hockey fight. Akik nagy valószínűséggel követik édesapjuk példáját, és jégkorongozók lesznek. I like it when they're watching. Szeretem, ha néznek a meccsen, mert jó példát akarok mutatni nekik. Hogy ez kemény munkáról szól, és hogy az álmok eléréséhez szenvedéllyel kell edzeni nap mint nap. És nemrégiben bepillantást kaptunk Bockó Gábor, világbajnok párbajtörvívó, és Hornyák Ágnes, a BL győztes győri Audi Eto KC játékosának életébe is, és így megismerhetjük kisfiúkat, Áront. Ági viszont Áron érkezése miatt nem lehetett ott szeretett csapatával a Bajnokok Ligája győzelemkor. Amit elvett az élet, az szerintem sokkal többet adott, és bárki, amit mond, hogy sokan megkérdezték tőlem, hogy nem baj, meg hogy nem bántad, meg hogy meg most kellett volna, és azt mondom, hogy oké, van egy BL győzelem, de egy ilyen sport az tart egy-két hónapig talán, vagy egy-két évig, de aki itt van az ölemből, remélem életem végéig tart, és azt mondom, hogy egy percig nem bántam meg ezt a döntést, hogy ez így alakult az életemben. Ahogy láthattátok, a mesztelenül tele volt gyönyörű pillanatokkal, boldog, büszke szülőkkel és szép sportoló gyerkőcökkel. És ha bár ebben az évben sok újdonság történt a mesztelenül házatáján, egy valamit megígérhetünk. 2014-ben is megmutatjuk a sportolók olyan oldalát, amit garantáltan csak nálunk láthattok.